Folytatjuk a délelőttet, és a párkatról és a sikertörténetekről fogunk beszélni. Itt van már velem a stúdióban az egyik alapító, Krúdi Zsófia. Szia, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Tamást a munkája miatt nem tudtad magaddal hozni, mindig igen. Általában ketten érkeztek, hiszen ketten alapítottátok a párkatot. Egy picit nézzük át, hiszen volt nem olyan régen jubileumotok is. Most mennyi regisztrált tagotok van? Hát regisztrált tagunk az 8000 fölött van. De ez különböző szinteket jelent, tehát bárki, aki kijelenti magáról, hogy a katolikus egyháznak az házasságról és a gyermekvállásról szóló tanítását elfogadja, és szentségi házasságot szeretne kötni, és ehhez szabad állapotú is egyházjogilag, az regisztrálhat a párkatton. És onnantól kezdve körülnézhet, hogy nagyjából mit kap, mi az, ami kik vannak fönt az ő környezetében, vagy az ő korosztályában hanyan vannak, és akkor eldöntheti, hogy ő aktiválja-e magát, ami egy előfizetéshez kötött. Vannak-e újabb sikertörténetek? Itt a délelőtt stúdiójában is vendégül láttunk korábban egy párt, akik a párkatton ismerték meg egymást, és a kislányukat is elhozták magukkal. Vannak újabb ilyen történetek? Születnek újabb házasságok mondjuk egy-egy találkozás után? Folyamatosan születnek házasságok, és az az igazság, hogy ezeket sokkal többször értesülünk informálisan. Tehát a honlapunkra csak azokat tehetjük fel, azokat a történeteket, amiket beleegyezésükkel föltehetünk. Nagyon sokan jelzik azt, hogy összeházasodtak, jön a baba, de meg szeretnék tartani az inkognitójukat. Úgyhogy így a honlapra nem kerül föl az összes sikertörténetünk, de viszont a visszajelzések azok állandóan. Tehát én nem tudok úgy elmenni egy társaságba, hogy kiderül, mivel foglalkozom. Hát most volt a barátnőmnek az esküvője, a lányom most talált barátot, vagy most volt az eljegyzésük, most született meg a kolléganőm babája, tehát folyamatosan kapjuk a visszajelzéseket. Azért ez nektek is jó, vagy nektek is... Ez nagyon nagy erőt ad a munkánkhoz, igen. És hát szeptember 6-án pedig egy testvér honlapotok is elindult, Ferenc pápa ugye Kolumbiában járt, és a jelmondata az ő apostoli útjának az volt, hogy tegyük meg az első lépéseket, és valahogy ezzel a mottóval indult el a kolumbiai társkereső is. Ezek hogyan születnek meg, vagy itt van mondjuk köztetek egyfajta kommunikáció? Igen, folyamatos a kommunikáció, mivel most már ők a 11. ország, akik csatlakoztak ehhez a katolikus társkereső közösséghez, és leginkább ennek a motorja az a Gudrun Kugler és a férje Martin Kugler, akik egy osztrák házaspár, és ők alapították ezt az egészet, és például a kolumbiai alapító is egy nagyon kedves, jó barátjuk, és mindenhol előjön ez az igény, főleg az egyház részéről. Látják a papok, a püspökök, hogy milyen nagy probléma ez a híveiknek, és ők is így egy kicsit motiválják, és segítik az embereket, rábeszélik, hogy csinálják, indítsák el, és a Gudrun is így ezeket a világon az ismerőseit így hál' Istennek sikerül elérni és elindítani újabb és újabb országokban. És ami egy nagyon jó, mert egy közösséget teremt, tehát érzik azt, hogy nem, szóval ez világszintű probléma, nem én vagyok csak ilyen Béla, nem velem van probléma, hanem egyszerűen ilyen az élet, ilyen a világunk, és erre van szükség most. Azért nem mondjuk, hogy bénák ezek az emberek. Nem, pont ez, hogy nem. Tehát, hogy ez az, amit felfedeznek. Tehát ők azt gondolják magukról, hogy csak én vagyok ilyen szerencsétlen, hogy nem találom a páromat, amikor nem. Tehát ott van mellettem, ott megy el egy valaki, akire azt mondja, hogy fú, hát ez aztán biztos nagyon sikeres, nagyon tudja mi. És ugyanabban a cipőben jár, és ez, hogyha megérzik, meg rátálnak egymásra, ez már egy segítség. Hogy egymásnak is segítenek ezáltal, hogy nem vagy egyedül. Milyen nyelvterületeken érhető el ez a katolikus társkereső? Felsoroljál most már nagyon sok. Hát nagyjából, itt azért Európában elég sok helyen. A környező országokban Szlovákia, Csehország, Szlovénia, Horvátország, Lettország, Litvánia, Portugália, most a Kolumbia az első spanyol nyelvterület, úgyhogy így.
És van egy német-osztrák is, és ott van sikertörténet, mert hogy... Az első sikertörténetünk az pont egy olyan házas páré, akik Bécsben élt már nagyon régóta a feleség, és amikor elindult a párkat, akkor rögtön fölregisztrált, már korábban a Katreffen rajta volt, és azonnal egy hónapon belül megtalálta a férjét, és azóta már boldog házasságban élnek. De ők egy országban éltek. Mi a hely? Nem, a férje ő Magyarországon él, csak a határvidéken, és így nagyon könnyű volt így megoldani. Akkor félreértettem, de ők mondjuk azért közel vannak egymáshoz. Most mi a helyzet, hogyha valaki, nem tudom, innen Magyarországról Litvániában keres férjet vagy feleséget? Ez hogyan működik a gyakorlatban? Általában ez fordítva szokott lenni. Tehát, hogy olyanok, akik külföldre szakadtak, azok keresik valahon a magyar kapcsolatokat, és hashtag nagyon sokan haza is jönnek emiatt. Tehát, hogy ez egy nagyon jó út, hogy itt visszatalálni a gyökerekhez, és mi emiatt nagyon-nagyon örülünk el. Ennek. Már volt az, hogy 600 kilométeres, tehát Angliában élt például valaki, egy lány, és ő, vagy kint tanult valaki, és akkor megtalálta itt Magyarországon, és vissza tudott jönni. De azért egy ilyen találkozónak a megszervezése azért nem lehet könnyű feladat. Hát igen, ezt mesélték, hogy ez az elején, ez a távszerelem, ez hol nehezebb, hol jobbat tesz a kapcsolatnak, de hogy azóta már megtörtént az eljegyzés is, meg az esküvő is. Ugye itt a kolumbiai motto, vagy a pápa látogatás mottoja úgy szólt, hogy tegyük meg az első lépéseket. Én nem tudom, én a párkatnak nincsen jelmondata, vagy van jelmondatotok? Talán ez is lehetne, nem? Igen, ez is egy nagyon jó jelmondat. A mi jelmondatunk inkább az, hogy higgy a jövődben, hogy Isten mindenkit boldognak szeretne látni. Tehát mi inkább ez, hogy nagyon fontos az, ezt a Bíró László püspöktől vettük ezt a mondatot, hogy igenis, tehát a jó Isten a legjobbat szánja neked, és hogyha oda teszed a gondviselésre bízod magadat, akkor mindenképp megtáld azt az utat, a legjobb utat, amit neked szán. És akkor nem kell ez a kétségbeesés, hogy én milyen szerencsétlen vagyok, hanem tényleg ki kell lépni ebből. Ez az első lépés, hogy ezt el kell felejteni. Tehát ez az első lépés, hogy rájöjjek arra, hogy én engem mennyire szeret a Jóisten, és mennyire szerethető vagyok, és hogy ezt egy másik emberen keresztül is meg tudom tapasztalni. Itt még korábban említettétek Tamással, hogy főleg lányok regisztrálnak, és talán a fiúk kevésbé. Hogy áll ez most? Vagy jönnek a fiúk is? Nagyon jönnek a fiúk. Tehát egyszerűen döbbenetes, ahogy az elején ez az egyharmad, kétharmados arány, most az aktív használóink közül azt mondhatom, hogy a 700-ból mondjuk körülbelül a 700 az, akik most jelenleg aktívan használják a honlapot, ők közülük 380 mondjuk a nő. Akkor picit többen vannak. Tehát, már. Hogy nagyon-nagyon megjavult ez az arány. Ez nagyon érdekes, mert most, akik indultak a kolumbiai, nekik ez volt az első, hogy jaj, hol vannak a férfiak. Tehát, hogy mindig ez az első, mert a férfiaknak mindig kell egy idő. Tehát ezt vettük észre így akár a programjainkon is, hogy mindig a nők az, akik először jelentkeznek, és akkor mindig mi is, hogy fú, mi lesz itt. És a végére a férfiak mindig behozzák, és aztán elszánják magukat. Egy kicsit nehezebben. Hát akkor drokkolunk a kolumbiai férfiaknak is, hogy regisztráljanak az ottani párkattan. Köszönöm szépen, Zsófi, hogy itt voltál velünk, és akkor további sok-sok sikertörténetet kívánunk. Nagyon szépen köszönjük, és mi is mondom.